Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert nagyon kedvesek és nagyon türelmesek a tanárnénik. Nagyon könnyen lehet tanulni, és nagyon sok barátom van. Én azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert lehet énektagozatra és természettudománytagozatra is járni, és különféle foglalkozásokra is, például zongorára járok. Én azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert különböző sportfoglalkozásokra lehet jelentkezni. Én például modern táncolok, de igazából kézilabdáztam is. Lehet jelentkezni röplabdára, vagy például néptáncra. Én azért szeretem Csilla nénit, mert kedves, és próbál nekünk segíteni a tanulásban. Én azért szeretek ide járni, mert itt van énektagozat. Elsőtől lehet ide járni, és harmadik osztálytól lehet énekelni. Én azért szeretek ebben az iskolába járni, mert itt vannak különféle versenyek, például matematika verseny, van bólyai matek verseny, az a csapatverseny, van Zrínyi Ilona matek verseny, ami egyéni verseny, és még van különféle verseny, például magyar nyelvtan verseny, azokból is bólyai, Zrínyi. Áncsárné Poprádi Csilla Ildikó vagyok, 36 éve tanítok, ez az időszak alatt 30 évet töltöttem egy olyan iskolában, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam. Itt a gyakorlóban 6 éve tanítok, és nagyon szeretek itt lenni, mert kipróbálhattam magam a tehetséggondozás területén is. Tanító vagyok, matematikatanár és fejlesztőpedagógus. Mesterképzésen inkluzív nevelés tanára szakot is végeztem, úgyhogy nálam a gyerekeknél nem csak a tanítás, a tantárgyi tudása fontos. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy közösséget építsek az osztályomba, foglalkozzak a önbizalmuk építésével, az egyéniségük kibontakoztatásával. Támogatom őket, hogy kipróbálják magukat a versenyeken, hogy miben jók. Itt nálunk ebben az iskolában nagyon sok lehetőség van arra, hogy a gyerekek kipróbálhassák a képességeit képzőművészeti foglalkozásokon. Az osztályomban most is van olyan gyerek, aki grafikára járnak modern táncolni, népi táncolni. A sportot nagyon támogatom, a mozgás szerintem nagyon fontos része az életünknek, úgyhogy vannak az osztályomban kézilabdázó gyerekek, lehet az iskolában még röplabdázni, modern táncolni, népi táncolni, tehát mindenki megtalálja azt a területet, ahol még a tanulás mellé egyéb élményeket, új közösséget találhat, és persze ez a szülőknek is nagyon jó, mert nem kell külön foglalkozásokra más iskolába hordani a gyerekeket. Az osztályom zenetagozatos, harmadik osztálytól kórusra járnak, és imádják, hogy fellépnek és szerepelnek, és megtapsolják őket, rengeteg dicséretet kapnak, mert nagyon szépen énekelnek. Hát ez számomra külön boldogság. Nagyon fontosnak tartom a zenei nevelésüket. Szerintem fejlesztő pedagógusként a zene és egy hangszer tanulás az mindenkinek hasznára válik, a két agyféltekét összehangolja. Szerintem ez a mai világban az autóvezetéstől kezdve mindenütt nagyon fontos, és itt ezt a gyerekek könnyedén elsajátítják a zenetagozatos osztályban. Szeretettel várom a gyerekeket az osztályomba, és ígérem, hogy mindent megteszek azért, hogy boldog ember váljon belőlük. Mezei Judit vagyok, és nagy örömmel hallottam, hogy jövőre elsőseim lesznek. Nagyon szeretek tanítani. Egész életemben arra készültem, hogy taníthassam a kicsiket és a nagyokat. Családomban mindenki tanár. Tőlük tanultam, hogyan kell a gyerekeket szeretni, hogyan kell velük foglalkozni, mi nekik a legjobb. Szeretem, hogy Jutka néni óráján nagyon sokat alkottunk, és színezünk, és rajzolunk. A gyerekek érdeklődve figyelik minden mondatomat, kíváncsiak, lelkesen tanulnak. Nagyon könnyű őket motiválni, szeretnek az óráimon jelentkezni, szeretnek velem játszani, szeretnek rajzolni, énekelni.
Én azért szeretek iskolába járni, mert kedvesek a tanítónénik, és azért szeretem Judit nénit, mert nagyon különlegesek az órái, és a csoportmunkák is nagyon szórakoztatóak. Azért is jó ebben az iskolában tanítani, mert kis létszámú osztályokban kevés gyereket kell tanítani, így mindenkire kellő figyelem jut. Minden felszerelést megkapok ahhoz, hogy az óráim érdekesek, változatosak legyenek. És azért szeretem Judit nénit, mert kedves és jó feladatokat ad. Minden egyes tanévem nagyon-nagyon boldog tanév volt, hiszen a gyerekek rengeteg örömet adnak.